Míg a szokatlanul hosszúra nyúló bajnokság döntőjében még a Szombathely is a körment, a bronzpárharcban pedig az Alba-Fehérvár és a Kecskemét harcol egymással, a többi csapatnál már a következő szezon keretének kialakításán dolgoznak. A kék cápáknál Bazsó Bruno mellett Mokánszky Máté maradása is biztos. A saját nevelésű játékos 6 évvel ezelőtt mutatkozott be a felnőtt csapatban, a legutóbbi idényben pedig átlagban 11 percet töltött a pályán, és 3 pontot átlagolt. Meg vagyok elégedve a szerepemmel az idei teljesítményemet tekintve. Az első fél időnek köszönhetően ugye pályán kellett lennünk fiataloknak, legalább egynek. Ezt szerintem a vezetőedző taktikája nagyon jól beékelte a fiatalokat a csapatba. Jól összeszoktunk a öregebbekkel, úgymond, és ki tudtuk vívni magunknak azokat a perceket is, amik már nem az első fél időben töltöttek, hanem a másik fél időben is tudtunk pályára kerülni, és bizonyítani, hogy hely tudunk állni kritikus szituációkban is a pályán. A 202 cm magas kosaras kívülről is jól dob, de elsősorban a palánk alatti játékával van hasznára csapatának. Sokkal fizikálisabb az A csoport, mint a B csoport. Túlnyomó többségében légiós, magas embereket kellett, hogy védjek a pályán. Nagyon sokat tudtam tőlük tanulni, mind védekezésben, mind támadásban. Nagyon jó volt, hogy tudtam gyakorolni úgymond ilyen szituációkban. Edzéseken is, ha játszottunk, akkor szinte mindig az egyik légiós csapattársamat kellett fogjam, és nagyon jó tanuló pénz volt az, hogy ellenük tudtam játszani, és remélem, hogy ezt kamatozni tudom majd a saját pályafutásomban is. Mint a 4-es, 5-ös poszton bevethető kosaras elmondta, a játékperceket és a szerzett pontokat tekintve is szeretne előrelépni a következő idényben. Mindenféleképpen szeretnék több játék lehetőséghez jutni, ennek érdekében meg fog tenni mindent, mind az edzéseken, a felkészüléseken, most a nyári off-seasonben is próbálok minél többet foglalkozni a saját teljesítményem növelésében. Remélem, hogy egy olyan csapatot tudunk összeállítani a jövő évi idényre, ami passzol ahhoz a játék stílushoz, amit eddig játszottunk, és még több időt tudok a pályán tölteni ebből kifolyólag. A Hübner Nyíregyháza Blue Sharks szakmai stábja és vezetősége több kiszemelt magyar kosarassal áll tárgyalásban, új játékos vagy játékosok bejelentése a jövő héten várható.